Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Elégtétel a halálos balesetért, másfél év börtönt kapott az öttagú család kocsijába hajtó pénzszállító. Összefognak Gereben Líviáért, véradást szerveznek és pénzt gyűjtenek a csapattársai a válogatott kosarasnak. Árhullám vonul le a Dunán, belvízkészültség Tolna megyében. Zárolhatják a bankszámlákat, még egy hónap van a határidő lejártáig. A Tolnatej Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Másfél év börtönt kapott jogerősen az a férfi, aki halálos balesetet okozott egy pénzszállító autóval Szekszárd és Kakast között még 2016 nyarán. Túl gyorsan hajtott, ezért nem tudta a sávban tartani a teherautót, ami egy öttagú család személyautójába csapódott. A legkisebb 3 éves gyerek a helyszínen meghalt, és mindenki másnak maradandó sérülései keletkeztek. A felismerhetetlenségig összetörött a személyautó eleje az ütközés következtében. 2016. júniusában a 6-os úton Szekszárd és Kakast között csapódott egymásba a pénzszállító teherautó és a személykocsi. A személyautóban egy öttagú család utazott, a legfiatalabb gyerek, egy 3 éves fiú a helyszínen meghalt, az ütközés erejétől kitörött a nyaka, a család többi tagja pedig súlyos csonttöréseket szenvedett. A balesetet a teherautó sofőrje okozta. A 90-es táblánál 117-tel hajtott a szakértő szerint, emiatt nem tudott bevenni egy kanyart és áttért a szembejövő sávba, a két jármű így frontálisan ütközött. Az ügyben május végén született elsőfokú ítélet, akkor a bíró másfél év fogházbüntetésre ítélte a pénzszállító sofőrjét. A férfi fellebbezett, azt akart elérni, hogy ne kelljen börtönbe vonulnia, csak próbaidőre függesszék fel. Az ügyet most tárgyalta másodfokon a szekszárdi törvényszék, az eljáró bíró végül helyben hagyta a korábbi ítéletet. 126/2018/49-es számú ítéletét helyben hagyja. Az elsőfokú ítélet kihirdetése óta eltelt további időt a járművezetéstől eltiltás időtartamába a törvényszékbe számítja. A tárgyalás után a 3 éves öccsét elvesztő középső lány megkönnyebbülten nyilatkozott. Azt mondta, a másfél éves büntetés elégtételt jelent nekik az okozott fájdalmakért. Nekünk is maradt nyoma. Tehát neki is maradjon nyoma az erkölcsi bizonyítványban, hogyha felfüggesztetet kapott volna, hogy ők kérték, annak ugye nem lett volna nyoma az erkölcsi bizonyítványban. A személyautóban utazó család tagjai közül többeknek azóta is folyamatosan kórházba kell járniuk a maradandó károsodásaik miatt. Az édesanya a tárgyaláson sem tudott részt venni, a lánya erről elcsukló hangon beszélt. Anyukám jelenleg is kórházban van, mert a behelyezett protézist az összbegyulladt neki. Emiatt antibiotikumos kezeléseket is kapott, és nem bírta a mája. Emiatt tegnap nem engedhették haza. Apukám fizikoterápiás kezelésekre jár még könyökével. A balesetet okozó pénzszállítót vezető férfi legkorábban a büntetése felének letöltése után engedhető feltételesen szabadlábra, vagyis ha jól viselkedik a börtönben, akkor 8 hónapot kell ott töltenie. A pénzmosási törvény értelmében minden pénzintézetnek 2019. június 26-áig ismételten át kell világítania minden meglévő ügyfelét. Ha valaki nem tesz eleget a törvényi kötelezettségének, a határnapot követően zárolják a számláját, nem fog tudni hozzáférni pénzéhez. A felmérések azt mutatják, országosan az ügyfelek közel 50%-a nem foglalkozott eddig a kérdéssel. Mindenkinek minden olyan szolgáltatóhoz be kell mennie külön-külön, ahol pénzügyi számlája van, és ott az azonosítást el kell végeznie. Mondja Gáspár Csaba, a Hungária Takarék ügyvezető igazgatója. A tapasztalatok azt mutatják, az emberek egyelőre nem mérik fel annak veszélyét, ha nem tesznek eleget a törvényi kötelezettségnek. Mondok erre élő példát. Például, hogyha egy bankban a pénzforgalmi számláján nem végezte el az újraazonosítását az ügyfél, akkor például a kártyáját másnaptól nem tudja használni. Vagy a pénzkiadó automatából nem tud készpénzt fölvenni, nem tudja a pénztárban a pénzét magához venni, nem tud utalásokat indítani. Én azt gondolom, hogy ez a mai világban ezek elég súlyos következmények, főleg, hogyha valaki nem készül fel rá, és nincs tisztában ezzel a problémával.
A pénzmosási újraazonosítás elvégzésére kötelezettek a bankok, a takarékszövetkezetek, a biztosítók, a lakástakarékpénztárak és az értékpapírkereskedők ügyfelei is, vagyis több millió pénzügyi számlával rendelkező személy. A procedúra valóban csak néhány percig tart, ám ha az utolsó vagy az azutáni percben akarja valaki teljesíteni a kötelezettségét, hosszú sorokra számíthat. Nem csak a lakossági ügyfelekre vonatkozik ez az azonosítási kötelem, hanem a jogi személyiséggel bíró ügyfelekre is. Ezt magyarul úgy tudnám fordítani, hogy például a vállalkozások, cégek ugyanúgy kötelezettek az újbóli átvilágításra, illetve a hivatalos terminológiával a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, például az önkormányzatok ugyanilyen átvilágítási kötelezettség alá esnek. Ugye érezhető, hogy itt azért nem kis súlyú kockázatokról beszélünk, hiszen hogyha egy önkormányzat pénzforgalmi számlái 27-től június 27-ig nem működnek és nem lesznek alkalmasak a forgalmazásra, az nagyon komoly problémákat okoz, de ugyanúgy, hogyha egy cég, egy vállalkozás egy vagy több számlája erre a sorsa jut, ez szintén nem kívánatos állapot senki számára. A magánszemélyek az azonosításra szolgáló bármely okirattal és lakcímkártyával vagy ennek fénymásolatával, míg a gazdasági szervezetek a cégkivonattal kell, hogy elvégezzék az azonosítást. A szükséges formanyomtatványok letölthetőek a pénzintézetek honlapjairól. Nem kell személyesen befáradni a pénzintézetekbe, de az, hogy elektronikus vagy postai úton lehet elküldeni a szükséges nyomtatványokat vagy másolatokat, intézetenként változik. Felszólítás, majd akár több tízezer forintos bírság is járhat azoknak az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek, akik nem töltötték fel május 20-áig a NAV adatbázisába, hogy mennyi bevételük és kiadásuk volt tavaly. Erre azért volt szükség, hogy az adóhatóság munkatársai el tudják készíteni az adóbevallásukat. A hiánypótlást viszont elektronikus úton és papír alapon is be lehet nyújtani. Ha pedig kiderül, hogy téves adatokat vagy hibákat tartalmaz a bevallás, van lehetőség önellenőrzésre, de a hivatal is kijavíthatja a hibát, akár számszaki, akár természetes azonosító adatokról legyen szó. Hogyha az egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, áfás magánszemély május 20-án éjfélig nem egészítette ki és nem hagyta jóvá bevallási tervezetét, vagy pedig nem nyújtott be egy önálló 18 SZIA bevallást, akkor jelenleg nem rendelkezik a tavalyi évre vonatkozóan személyi jövedelemadó bevallással. Ezt az érintett kört az adóhivatal 15 napos határidő tűzésével fogja felszólítani a hiánypótlásra, és hogyha ezt követően is elmarad az SZIA bevallás benyújtása, akkor a NAV 50 ezer forint mulasztási bírsággal büntetheti az érintett egyéni vállalkozót, áfás magánszemélyt és mezőgazdasági őstermelőt. 6,6 milliárd forintot fordíthat a Tolna megyei kormányhivatal 2021-ig arra, hogy álláskeresőknek segítsen elhelyezkedni. Eddig már több mint 4330 munkanélkülit tudtak bevonni a programba, a résztvevőknek képzéseket és pénzbeli támogatást, a munkáltatóknak pedig adó- és járulékkedvezményt kínálnak a különböző programok. A 2010 óta tartó gazdasági fejlődés egyik alappillérét adják a munkaerőpiaci kormányzati programok. Ezek közül az úgynevezett GINOP pályázatok keretében az álláskeresők szakmai képzéseken vehetnek részt. Tolna megyében eddig az elmúlt évek alatt közel 900 főt segített így a Tolna megyei kormányhivatal új szakmához és munkához. Ez különösen magas számnak számít országosan. Ezeknek a képzéseknek a nagy része valamilyen OK és képzettséget biztosít, vagy valamilyen hatósági, általában valamilyen jogosítvány megszerzéséhez biztosított lehetőséget. Azt is érdemes tudni ezzel kapcsolatosan, hogy megpróbáljuk ezeket a képzéseket a kereslet vezéreltséghez igazítani, tehát olyan képzéseket indítani, amire nagy arányú munkáltatói igény van. Nem csak a munkakeresőket, a munkáltatókat is támogatják a GINOP pályázatok. Ők bér- és járuléktámogatást igényelhetnek, ha regisztrált álláskeresőt alkalmaznak. Ez azt jelenti, hogy az első 8 hónapban egyáltalán nem kell adót fizetniük az új dolgozójuk után. Ezek mellett a GINOP rendszer a vállalkozóvá válásban és a munkába járásban is tud anyagi támogatást nyújtani a pályázóknak. Ezekre a célokra több száz milliárd forintot fordít a kormány, amiből több milliárd jut Tolna megyére. Országosan ezen 18 megyét kell érteni, hiszen a GINOP programban ennyien 18 megye vesz részt, összesen 214 milliárd forint. Nyilván ez is érdekes, hogy Tolna megyére ebből mennyi jut. Tolna megye 6,6 milliárd forintot kap. Ebből a pénzből 5500 fő elhelyezkedését valósítja meg a kormányhivatal 2021-ig. Közülük több mint 4330 álláskeresőnek már tudtak segíteni.
Három héten keresztül mind a 10 szekszárdi választókörben tartott utcai fogadóórákat Ács Rezső a város polgármestere. A rendhagyó alkalmak célja az volt, hogy személyesen mérje fel, milyen problémáik vannak a helyieknek, és milyen fejlesztéseket látnának szívesen a lakókörnyezetükben. Egy néhány méteres járdaszakaszt építenek a szakemberek a Szekszárdi Mérei utca és a Kálvin tér kereszteződésénél. Ezt az itt élők kérték a helyi önkormányzattól nem régen egy szabadtéri fogadóóra alkalmával. Ács Rezső, Szekszárd polgármester az elmúlt hetekben a Tolnai megyeszékhely mind a 10 választókörében tartott utcai fórumokat, hogy meghallgassa a helyiek észrevételeit és javaslatait. Közel 300-an jöttek el a 10 alkalomra összesen, és több mint 400 javaslat fogalmazódott meg. Ez azt mutatja, hogy a szekszárdiak érdeklődnek a közügyek iránt, érdeklődnek lakóövezet körül történtek iránt, és hála Istennek mindig vannak olyanok, akik fel is vállalják, hogy eljönnek, és elmondják ezeket a gondokat, problémákat. A városban élők javarészt elismerően beszéltek az elmúlt évek helyi fejlesztéseiről, mondja Ács Rezső. A legtöbb kérdés és észrevétel azzal kapcsolatban érkezett, hogy hol várhatóak út- és járdaépítések, valamint hogy tervezi az önkormányzat a parkolók számának növelését. Felvetették a szekszárdiak, hogy nem tudnak a saját házuk előtt több helyen megállni, ahol nem fizetős a parkolóövezet, és kérték azt, hogy valamilyen megoldást keressünk annak érdekében, hogy amikor ők hazamennek este vagy hétvégén, akkor meg tudjanak a saját épületük, saját házuk előtt állni. Nyilván ez egyik oldalról a parkolóhelyek számának a bővítését kell, hogy jelentse, a másik pedig jogi szabályozást fogunk majd kizalálni annak érdekében, hogy ezt a célra el tudjuk érni. Szekszárdon egyébként az elmúlt 3,5 évben 4,2 milliárd forintot fordított a helyi önkormányzat parkolók kialakítására, valamint út- és járdaépítésre, felújításra. Hogy mi érdekelte még a szekszárdiakat és milyen felvetéseik voltak, azt megtudhatják, ha megnézik a Tolnatáj TV Facebook oldalán, vagy a tolnatáj.eu internetes címen az Ács Rezsővel készült vágatlan interjúnkat. Letették az esküjüket a vasárnapi Európai Unió szavazás szekszárdi választási bizottságainak tagjai. A Tolnai megyeszékhelyen 35 szavazókörben összesen több mint 200 civil figyeli majd, hogy minden jogszerűen történjen. Az eskütétel után a választási bizottsági tagoknak Molnár Kata szekszárdi jegyzője tartott tájékoztatót. A Vágóállat és Hústermék Tanács elnökévé választották Horváth Istvánt, Szekszárd térségének országgyűlési képviselője stúdiónkban elmondta, a kínai sertéspestis miatt jelentős kereslet van a vágóállatok iránt, ami előbb-utóbb a húskészítmények árába is átgyűrűzik. Az élő sertés ára az év első három hónapjában már 40%-kal emelkedett, leginkább a német piacra viszik a magyar állatokat. Most a németek azt csinálják, amit megtermelnek sertést, hiszen ott nincs sertéspest, az egy az egyben mindent eladnak Kínába, felárat fizetnek a kínaiak ezért, és a német termékekbe, amit meg ők akarnak gyártani, oda meg Magyarországról viszik be a húst. És gyakorlatilag most a német húsipar szippantja be Magyarországról, illetve ez határozza meg Magyarországra a húsnak az árát, és nyilván piaci verseny van, mindenki próbál érte többet adni, és előbb-utóbb ez a termékekbe is meg fog jelenni. Be kellett indítania a belső szivattyú telepeket a Sárközben a vízügyi szakaszmérnökségnek, olyan magas ott a belvíz. Ezt egyelőre el tudják még vezetni, ám a Dunán levonuló árhullámmal a belvízkészültség fokozódni fog. A Tolna-megyei szakaszon is várható, hogy napi 1 méterrel emelkedik majd a Duna vízszintje, ami a hétvégén tetőzik. A Szekszárd melletti Kesselyűsisi jógátnál jártunk. Jól látszik a vízben álló oszlopokon, milyen magasra tud emelkedni a víz szintje. Az Országos Vízjelző Szolgálat szerint itt is és a Duna-Tolna megyei szakaszán jelentősen emelkedik a hétvégéig a víz szintje. A csapadékos időjárás miatt egyes helyeken a hullámtér alacsonyabban fekvő területeit is elöntheti a víz, ami miatt sok hordalékra kell majd számítani. Beke Zsolt, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Tolna megyei szakaszmérnökségének vezetője azonban azt mondja, nem kell rekordmagas vízszinttől tartani térségünkben. Ám a belvízkészültség fokozódni fog. Már most is dolgoznak a belső szivattyú telepek a Sárközben, hogy el tudják vezetni a belvizet a csatornákba. Várhatóan ez a belvíz készültség fokozódni fog azzal, hogy jelenleg egy dunai árhullám érkezése mutatkozik az előrejelzésekből, ami azt mutatja, hogy a mi szakaszunkon is egy első fokot megközelítő, de hát az első fok alatt
egy méterrel maradó tetőzési vízszintekkel fog levonulni, nagyon gyors emelkedéssel, azt mondhatni, hogy napi egy méter vízszint emelkedéssel, és a hétvégén fog tetőzni, és azt követően majdnem ugyanúgy egy méter csökkenésekkel is vonul majd le ez az árhullám. Ennek a mértéken nem teszi szükségessé az elsőfokú készültség elrendelését a védművek mellett, ám az alacsonyabban helyezkedő zsilipeket le kell majd zárnia a vízügyi igazgatóságnak. Így nagy üzemben lesznek majd a szivattyú telepek ezekben a napokban, Bátán és Pakson. Várhatóan az előrejelzésekből hétvégi napokon fog tetőzni. Azt mondhatni, hogy Pakson is egy méterrel az elsőfokú árvízvédelmi készültség alatt, ott a Pakson 650 cm az elsőfokú készültséget jelentő vízszint, ez alatt egy méterrel az előjelzések szerint 548 cm-rel fog várhatóan levonulni. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság előrejelzése szerint a folyókon a vízszint emelkedés helyenként jelentős lesz, de rendkívüli helyzetre sehol sem kell számítani. Az árhullám következtében a Dunán, az ország északnyugati határán fekvő Nagybajcsnál a tetőzés pénteken várható, az elsőfokú készültségi szintet kismértékben meghaladó vízállással. Budapesten a tetőzés szombatra valószínűsíthető. Véradást szerveznek és pénzt gyűjtenek a csapattársai a szekszárdi KSC-ben játszó Gereben Líviának. A 19 éves válogatott kosárlabdázónál május elején diagnosztizáltak leukémiát, azóta Budapesten kemoterápiás kezelést kap. Ehhez viszont folyamatosan friss vérre van szüksége, a gyógyszerek ugyanis nem csak a fehér, hanem a vörös vérsejtjeit is roncsolják. Nem csak pályára tudott lépni a Livit és 30 percet játszott, hanem brillírozott, ő volt a csapat legjobbja. A KSC Cegléd elleni utolsó bajnoki mérkőzéséről írt újságcikket mutatja a csapat szakmai vezetője. A meccs legjobbja a Szekszárdon játszó válogatott Gereben Lívia volt. A 19 éves sportolóról néhány nappal az idegenbeli győzelem után derült ki, hogy leukémiás. A szekszárdi sportcsarnok előterében felállított büszkeségfal tele a Lívia játékát méltató újságcikkekkel. Őt azóta már Budapesten kezelik. Kapja folyamatosan a kemoterápiát. Az anyukája elmondta, hogy a körülményekhez képest nagyon jól viseli hozzá megszokott harciassággal és erővel. Egyébként egy nagyon jó orvosi tím dolgozik vele a Szent László kórházban, folyamatosan minden rezdülését figyelik, ha már picit fáj a háta, vagy kicsit bevérzik a szeme, vagy bármi van, rögtön kezelik, de szerencsére eddig olyan túl nagy probléma nem volt. Lívia a körülményekhez képest jól van. A csapat a szakmai vezetője azt mondja, ebben sokat segít neki, hogy a szülei szinte folyamatosan mellette vannak. A KSC stábja és a játékosok pedig mindent elkövetnek, hogy segítsék őt és a családját a nehéz időszakban. Van most egy szomorú apropó, édesapám meghalt, aki ugye nemzetközi kosárlabda játékvezető az utóbbi időben, nagyon komoly törzsszurkolója volt a csapatnak, és azt gondolom, hogy ő is így akarná, hogy jövő csütörtökön május 30-án lesz a temetés, és hogy csak egy-egy kék vagy fehér rózsával róják le a gyászolók majd a kegyeletüket, és a koszorúra szánt pénzt azt pedig Livinek és a családjának fogjuk gyűjteni. Emellett a KSC-sek irányított véradást is szerveznek a válogatott kosarasnak, a kemoterápia miatt ugyanis folyamatosan vérre van szüksége. Az első ilyen segítő alkalomra június 14-én délután 2 és 5 óra között kerül sor a szekszárdi sportcsarnokban, a véradó állomásokon pedig nem csak ekkor, hanem bármikor fogadják a Gereben Líviának felajánlott segítséget. Regionális híreink következnek. Már zenél a 67-es, terepszemlét tartottak a Kaposvárnál épülő gyorsforgalmi úton. Másnak munka, nekik álom, sérült emberek vágyait váltották valóra Somogy megyében. Magyar-horvát sporttalálkozó, mérkőzéseket játszottak a növendégek Pécsen. Nem csak gyors, hanem biztonságos is lesz a megújuló 67-es út, ezt mondta a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT útfejlesztési igazgatója. A Kaposvárt a Balatonnal összekötő szakasz alapkövét alig másfél éve tették le. A munkálatok gyorsan haladnak, így idén évvégén már át is adják a 32 kilométeres aszfaltcsíkot. A 65 milliárd forintos projektnek köszönhetően több beruházó érkezhet a térségbe, emellett a balatoni turizmusra is kedvezőbb hatással lehet. Thank you.
Már a Republik együttes klasszikus dalát játssza a 67-es út a Somogy-Babodot elkerülő szakaszán. Egyelőre még csak a sajtómunkatársai próbálhatták ki a zenélő utat, évvégére azonban az erre járók is meghallgathatják a dallamokat. Nagyon régi álmunk egész Somogyországnak, különösen az út mentén élőknek és a kaposváriaknak, de azt gondolom, hogy az egész megyét tudja húzni gazdasági értelemben is. A Kaposvárt a Balatonnal összekötő szakasz nem csak a befektetőket vonzhatja majd a térségbe, hanem a turizmusra is kedvező hatással lehet, hiszen a gyorsforgalmi úton gyorsabban és kényelmesebben érhető majd el a magyar tenger. A Kaposvárt a Balatonnal összekötő szakasz alapkövét alig másfél éve tették le, a munkálatok azonban gyorsan haladnak, így idén évvégén már át is adják a 32 kilométeres szakaszt. Nem csak gyors, hanem biztonságos is lesz a megújuló 67-es út. Erről is beszélt híradónknak Pántya József, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT útfejlesztési igazgatója. 20,5 méteres koronaszélességgel épül meg, osztott pályás, középen szalagkorláttal elválasztva, egy oszlopos kétoldali szalagkorláttal. Az osztott pálya, illetve a kétszer-kétsávos kialakítás azt gondolom, hogy mind a utazás komfortot, mind a kiszámíthatóságot, de legfőképpen a biztonságot fogja szolgálni. Ez egy magas színvonalú útkapcsolatot biztosít az M7-es meg Kaposvár között. Az útfejlesztés másik fontos eleme, hogy új nyomvonalon kerüli el a pálya a térség településeit, így csökkentve az itt áthaladó forgalmat. Árufeltöltőnek, raktárosnak is álltak, de a mentősök munkájával is megismerkedhettek azok a fiatalok, akik a Neked munka, nekem álom programban kipróbálhatták a munkavilágát. Somogyban már harmadik éve váltja valóra a fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességűek álmát a kezdeményezés, amelynek elsődleges célja, hogy lebontsa a falakat az épek és a sérültek között. Katalin, aki a két helyi értelmi fogyatékosok otthonának lakója, izgatottan érkezett a kaposvári mentőállomásra. Szeretettel köszöntünk a kaposvári mentőállomáson, és örülünk, hogy minket választottál, és a mai nap folyamán be fogjuk neked mutatni, hogy a mentőknek a mai napi életét. Katalinnak ez a munkahely volt az álma, most egy nap erejéig teljesült is a kívánsága. Sok helyen voltam korábban, és már nagyon rég megakadtam ismerni a mentőnösnek a dolgát, meg úgy az egészre kíváncsi voltam. Először a mentőautókat szerette volna megtekinteni Katalin, akinek részletesen be is mutatták a járműveket, azok felszereltségét. Ül hátul egy ápoló, aki a betegellátásban segítkezik, a betegellátást végzi, illetve ezen az esetkocsin ül jobb oldalon elől kivonuláskor egy mentőtiszt, akinek mentőtiszti végzettsége van, és hogyha kiérkezünk a helyszínen, akkor utána ő felel a beteg ellátásért, ő mondja meg, hogy mi történjen a beteggel a helyszínen. A mentősök szívesen vezették körbe Katalint az állomáson. A hivatásuk során nap mint nap embereket mentenek. Ezúttal egy álom megvalósulásában segítettek az egyenruhások. A munkánk során nagyon sok sérült emberrel találkozunk, és ezek a sérülések nem csak testi sérülések, hanem nagyon sokszor lelki sérülésekkel állunk szembe. És ezért kapcsolódtunk a Neked munka, nekem álom kezdeményezéshez. Hazánkban 2015-ben indult a Neked munka, nekem álom program. 2017-től már az ország valamennyi megyéjében megvalósult. 2010 óta több mint duplájára emelkedett a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása hazánkban. Ma az országos foglalkoztatási rátájuk 40%. Somogyban ez 11-ről 19%-ra történő emelkedést jelent. A megyében jelenleg 24 ezer megváltozott munkaképességű ember él, mintegy ötödük dolgozik is. Akik nem tudnak munkát végezni, vagy nem tudnak elhelyezkedni, nekik is segít a Neked munka, nekem álom program. Ez a program igazából arra is nagyon jó, hogy bízunk benne, hogy a személyes találkozók segítenek lebontani a falakat a fogyatékkal élő és a nem fogyatékkal élő emberek között. Kaposváron szerdán 10 fogyatékkal élő megváltozott munkaképességű ember álmát váltották valóra 9 munkahelyen. Immár hagyomány, hogy tavasszal Pécset, ősszel pedig Eszéken rendezik meg a magyar-horvát sporttalálkozót. Magyarország eszéki főkonzulátusa támogatja a rendezvényt. A sporttalálkozón összesen 3 mérkőzést játszottak a PSN ZRT sportiskola és az eszéki Frank Kristóf Frankopán általános iskola növendékei.
Ünnepélyes megnyitóval kezdődött az a sporttalálkozó, ami hiánypótló rendezvény már 4 esztendeje. Magyarország eszéki főkonzulátusa kezdeményezésére minden évben 2-szer megküzdenek egymással a pécsi és az eszéki fiatalok. Főiskolás koromban, amikor kézilabdáztam, számomra hatalmas élmény volt, amikor az eszéki főiskola csapatával ott eszéken játszhattunk edzőmeccset, de mégis más volt a hangulata, más volt a környezete, egy külföldi csapattal játszottunk, megmérethettük magunkat egy külföldi csapattal. Úgy gondolom, hogy a gyerekeknek nagyon fontos az, hogy valóban ne csak itthon, hanem lépjenek egy kicsit a határon túlra. A PSN ZRT örömmel vállalta a pécsi sporttalálkozók lebonyolítását, hiszen a gyerekeknek is fontos, hogy délszláv szomszédaink hasonló korú fiataljaival mérjék össze tudásukat kézilabda és labdarúgás sportákban. A horvát gyerekek az eszéki Frant Kristóf Frankopán általános iskolából érkeztek. A sporttalálkozóra az intézmény igazgatója is ellátogatott. Iskolánkban 500 tanuló jár, összesen 24 osztályunk van. Délelőtt és délután is van oktatás. Fontos számunkra a sport, most a legjobb 2006-2007-es születésű fiú és lány kézilabdázókat és fiú labdarúgókat hoztuk a versenyre. Remélem, sikeresek lesznek a fiatalok. A lány kézilabda és a fiú labdarúgó mérkőzést a PSN ZRT nyerte, míg az eszéki fiú kézilabdázók győzni tudtak a pécsiek elleni találkozón. Végül mutatjuk újra a legfontosabbakat röviden. Elégtétel a halálos balesetért, másfél év börtönt kapott az 5-tagú család kocsijába hajtó pénzszállító. Összefognak Gereben Líviáért, véradást szerveznek és pénzt gyűjtenek a csapattársai a válogatott kosarasnak. Árhullám vonul le a Dunán, belvízkészültség Tolna megyében. Zárolhatják a bankszámlákat, még egy hónap van a határidő lejártáig. Pénteken nagyobb részt napsütéses, csapadékmentes időben bízhatunk, délután elvétve egy-egy zápor előfordulhat. Az évszakos átlagtól továbbra is elmarad a nappali felmelegedés mértéke. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb, pénteken este jelentkezünk, viszontlátásra!